Rejtélyes ősi aranylemezek, a táltos barlang titkos járatai, ismeretlen föld alatti birodalom, lapos görbe és nyáj immunitás, a járványok természetrajza, Mózes és Illés, az ókori dimenzióvándorok, homályos zóna Alaszkában, bolygónk egyik legveszélyesebb helye. A nagy újraindítás, mi vár ránk a COVID-19 világjárvány után? Isten szobrok a világ tetején, a törökországi Nimród-hegy. Tündöklés és bukás, a máltai lovagrend története. Hitler és Lenin barátok voltak. Egy különös bécsi sakkpartiról készült Részkarc nyomában. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin márciusi számában. Kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Köszöntöm a Hihetetlen nézőjét, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Ez az üdvözlet azt hiszem kijár a kedves nézőknek, mert a legutóbbi adásunk óta ismét nagyon sokan jelentkeztek. Köszönjük szépen. Dombóvári Gábor vagyok, és akkor, ahogy elmondtam, megpróbáljuk Szűcs Roberttel még egyszer említve előhozni azokat a dolgokat, amelyek az utóbbi időkben, hetekben történtek, és ez nem véletlen, mert legutóbb is emlegettük ugye a Facebook világkormányt, és beszéltünk arról is, talán emlékeznek rá, hogy Ausztrália is összekülönbözött a Facebookkal egy kicsit, de hát azóta idézőjelben szólva már kibékültek, vagyis született a kormányzat és a Facebook között valami olyan megállapodás, ami állítólag mindkét félnek jó. Én erről többet nem kívánok beszélni most, hanem inkább átadnám neked a szót ez ügyben, hogy felelevenítsük azt, hogy tulajdonképpen ez a Facebook és az Ausztrália, hogy jött össze ilyen értelemben, a másik pedig, hogy a Facebook világkormány, kérdőjellel a végén, ez a mai adásunknak a címe. Szóval akkor irány a föld alsó része, túlsó része. Hát igazából az a helyzet, hogyha belegondolsz, hogyha most fölvezetjük ezt a témát, hogyha belegondolsz, hogy kik irányítják most a világot, akkor azt kell mondani, hogy hát nem mi. Hatalmas, hát igen, ez szomorú, hatalmas nagy multinacionális cégek. Igen. Van egy zárójeles mondatom hozzá, egyik nagyon kedves barátom mondta, hogy Robi, rohadtul utálom az elitet. Miért? Hát mert nem vagyok benne. Ja. Igen. Na, akkor zárójelbe zárva. Kedves nézőink, emlékeznek rá, szerintem két vagy három alkalom is bemutattuk egy zseniális, a Hálózat című filmből bemutattuk egy ilyen bizonyos részletet, ami egy ilyen TV bemondóról szól, vagy egy TV műsorvezetőről szól, aki ott kimondja az igazságot, és akkor az egészeket tulajdonos a helyre teszi. Uh-huh. És elmondja neki, hogy maga beáll ide egy képernyő méretű ablakba, és mit tudom én, küvölti ezt a világra, és elmondja, hogy... Elmondja, hogy a világnak az urai azok a multinacionális cégek, és felsorolja az akkor már hatalmon lévő különböző elsősorban amerikai multinacionális cégeket. És akkor többször megjegyeztük, hogy ez a film 1976-os volt. Nem volt, hanem 1976-os, 1976-ban mutatták be. Ez a film 45 évvel ezelőtt készült, vagy akkor került a mozikba, és tökéletesen bemutatja már akkor is, hogy milyen volt a helyzet, hogy akkor azok az emberek, akik idézőjében tűz közelben voltak, már is pontosan látták a helyzetet. Mostanra ez a globalizáció miatt ez a helyzet egyre-egyre veszélyesebb lett. Most mi eddig is kihangsúlyoztuk, hogy biztos, hogy abból lesz igazából a világkormányról törekvés, azért lesz az új világrend, mert ennek az elképesztő globalizációnak a következménye. És több, hogyha, és akkor megint több műsorra elosztva, és több területet vizsgálva, mindig bemutattuk, hogy például az amerikai média öt családnak a kezében van. Ebben beleértendő a kábeltelevíziók, a műoldas televíziók, a hagyományos televíziók,
és a nyomtatott sajtó is. 5 családról van szó. Igen. Ez, mit tudom én, 25 évvel ezelőtt még 17 tulajdonosa volt, egy ilyen koncentráció ment végbe. Ugyanez vegy végbe egyébként a elektronikus médiumok területén, tehát egyre inkább minden több médium egyre ilyen kevesebb embernek a kezébe kerül. Ha megnézzük, akkor elmondtuk az egyik, még a, emlékszem, még a játékedés, és ez volt a Big Pharma, a nagy öt, igen, nagy öt egészségügyi cég. Egyébként benne van a Pfizer is. Tehát ez az öt egészségügyi világcég gyakorlatilag ez uralja ezt az egészet, egyébként meghatározok az egész világra nézve. Olvastam egy másik tanulmányt, hogy, hogy a világ élelmiszeriparát beleértve az összes létező terméket, amit csak ide bele lehet sorolni, az 12 családnak a tulajdonában van, 12 család, de igazából, hogyha azokban vannak összefonódások, ilyen házasság, meg ilyesmi, tehát gyakorlatilag hétre lehetne lesükíteni. Sokkoló volt, tehát az összes olyan cég, amiről te ismered, mert nem foglalkozó vele, megveszed a termékeit, de ennyi embernek a kezébe van. Minden egyes területen ugyanez van, és akkor létrejött egy ugyanilyen világrend. Ilyen világrend, egy ilyen világtrend létrejött, hogy ugyanez az elektronikus médiumoknak a terén is. Tehát ott is az volt, hogy ezek az emberek elkezdték fölvásárolni. Jeff Bezos, aki jelen pillanatban a világ leggazdagabb embere, 200 milliárd dollárra vagyona. Úgyhogy sajnálhatjuk Bill Gates-t. És így van. Elvált, a felesége elvitt a vagyomból még 2 évvel ezelőtt 40 milliárdot, és még így is így van. Most a felesége viszont a volt felesége a leggazdagabb nő egyébként a világon, tehát ez zseniális. És egyébként ebben a szörnyű helyzetben, amikor emberek milliói kerültek utcára, Amerikában 10-20-30 milliós nagyságrendben a munkanélküliség száma, nálunk is az van, Európa többi országában is katasztrófa helyzet van, ő szerényen 40 milliárdra vagy 50 milliárdra növelte a vagyonát. A Billy gyerek, a Bill Gates, az ugyanezt csinálta egyébként. Tehát valami elképesztő dolgok mentek végre. De mondom, ez a globalizáció egy minden téren érvényesült. Ezek a cégek elkezdték kihelyezni a termelésüket, a nagy része gyakorlatilag Kína. Ezért csodálkozom, amikor Egyesült Államok rúgózik itt Kínával, főleg a Joe Biden, amióta elnök lett, és itt próbálkozik, amikor a műszaki termékeknek, na de hát így ez azért valahogy az embereknek az agyába be kell épülnie, a 65%-át Kínába gyártják. A gyógyszereknek, nagyon jó, emlékszem még 2 héttel ezelőtt említetted, hogy Indiában, hogy vakcinát is fognak csinálni. Igen. Na, csinálnak Indiában is. Rengeteg, így van, csinálnak, és rengeteg gyógyszergyár működik egyébként, a hihetetlen olyan feltétek miatt, ott ugyanis az, hogy környezetszennyezés, meg biztonsági erőesök, meg valami, tehát azon nem igazán foglalkoznak. Tehát ide kivitték ezt az egészet, tehát a globalizáció azt jelentette, hogy az adott országból a termelő tevékenységet gyakorlatilag átvitték egy olyan országba, ahol nem vonatkoznak rájuk a környezetvédelmi szabályok, a munkavédelmi szabályok és az összes ilyen valami jogszabály, ami bármifajta korlátozást jelenten, azt elvitték oda, és gyakorlatilag minden országba csak a, hát hogy mondjam neked, a szolgáltatási szektor maradt meg. És akkor most... Nem, én csak mindjárt megmutatjuk a nyereményeket is, de nem szeretném, hogyha félbe maradna a gondolat. Nem, nem. Én azért kezdtem az előbb, és utaltál rá te is ezzel a bizonyos Facebook és Ausztrália vitájáról, mert ment itt hosszan, és végül is én odáig eljutottam, hogy megegyezéssel zárult Ausztrália és a Facebook tusája, mert hogy hát mondjam azt, hogy a közösségi óriás visszaállítja a híreket felületén az ausztráliai felhasználók számára. Na de, én nem vagyok abban biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ez egyrészt hogy zajlik le, másrészt mi okozta a vitát, függetlenül attól, hogy kikinek fizet vagy nem fizet, de az, hogy külön díjakat a híroldalakra, innen, onnan, beszéltem ismerősökkel, és ezért is mondom, és hangsúlyozom, nem olyan ismerősök, akik életükben nem láttak még internetet vagy számítógépet, hanem mondják, hogy itt ugyan van tájékoztatás, de nem tudják így első pillanatban lekövetni, hogy most ki kinek fizet, vagy ki kinek nem fizet, első része a dolognak. A második része a dolognak, hogy tulajdonképpen, és ez a technikai rész, te vagy itt a technikai, meg a matekos is, köszönöm. De hogy tudják azt elintézni, hogy például mikor Donald Trumpnak a Twitterét ugye betiltották,
vagy hogy tudja megcsinálni a Facebook az, hogy Ausztráliában megvonja mindezt az ausztrál szolgáltatóktól, vagy az ausztráliai szolgált. Hogy van ez technikailag? Hát van egy nagy piros gomb, és akkor azt meg kell nyomni. Na jó, hát és akkor ilyen egyszerű a dolog? Ja, és a piros gombnak a kiszála, a szálai azok nem, mindenhol van? Nem, hát van, a piros gomb minden országnál van, vagy lehet, hogy emberek lehet, hogy mi is ott szerepünk, ilyen kis gombok között valahol legalul, hogy ott meg kell nyomni. Nem, ez sajnos ez ennyi. Ennek a na, leges, ezek a internetes cégek, ezek a, hát valami félelmetes, itt a világhatalom. Na, hát ezért ez a, ennek a műsornak a címe, hogy Facebook világkormány egyelőre csak kérdőjellel, mert egyszerűen eljutottunk egy olyan szituációba, hogy ezek olyan pozícióba kerültek ezek a cégek, a más cégekkel ellentétben, tehát a hagyományos cégekkel ellentétben. Az öt legnagyobb amerikai, figyelj, az öt legnagyobb amerikai ilyen információs cég, ezeket a Google, igen. Az Apple, ez egy GA, a Facebook, igen. Az Amazon és a Microsoft, ez GAFAM-nak hívják. Ez az öt. Ez az öt, igen, GAFAM-nak ez a rövidítés. Ez érdekes, az öt. A gyógyszergyáraknál ennek is a piaci az értéke, igen, a piaci értéke, figyelj, 7500 milliárd dollár. Ezt le se lehet írni. Amerikai, így van, pontosan. Nagy millióban dollár, már. Tényleg így van, ezt le se lehet írni. Hogy valami, és mindig azt szoktad mondani, vagy emlékszem, hogy a múlt adásnak is az elején említetted, hogy hát helyezzük már képbe, hogy legyen valami visszaesetes aránya. Tehát ez a 7500 milliárd dollár, ez több, mint az összes Európában bejegyzett tőzsdei cégnek az értéke. Fantasztikus. Tehát sokkal több, és ez csak ez az úgynevezett piaci kapitalizáció, és akkor még ott jönnek egyiket olyan cégek, hogy még nincs benne az Elon Musknak a Teslája. Ezek olyan ugrálások vannak, ilyen átlag ember számára ilyen felvonhatatlan dolog, hogy két héttel ezelőtt, vagy három héttel ezelőtt Elon Musk volt a világ leggazdagabb embere, mert a Teslának fölment a részvénye. Nem történt semmi, igen. Egyébként, csak valakik fölverték valamivel az árát, vagy mondott valami a szöveget, most neki volt 187 milliárd dollárja, majd a következő nap vesztett 4-et, majd még 10 nappal később még 10-et, közben a Jeff Bezos nyert megint 10 milliárd dollárt, két hónap alatt, 10 milliárd, 10 ezer millió dollár, majd a Jeff Bezosnak most van 200 milliárdja, a szegény Elon Musknak csak 184 milliárdja van, ő egyébként 150 milliárdot keresett egyébként egy év alatt a járvány alatt, 150 ezer millió dollárt keresett, igen. Azzal, hogy a Teslának fölmentek a részvényei, és ő neki, mint tulajdonosként, tehát ott vannak benne a részvényei. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez a cégnek, úgy hívják, hogy a cégnek a piaci kapitalizációja. Tehát, hogy ennyi lett az egész, tehát, hogy ennyi a tényleg az értéke. Tehát ilyen értékű cégekről van szó. És mi csináltunk egy halom ilyen műsort, amiben foglalkoztunk, hogy milyen hatalomra tett szert a Facebook, Google, minden. Mi pontosan tudjuk, hogyha Google úgy dönt, hogy nem tetszik neki a COVID-1984 című adásunk, akkor azt mondja, hogy gyerekek, kuka, és sérti a közösségi elveinket, vagy ellenkezik, nem, azt nem merték írni, hogy sérti. Ellenkezik. Ellenkezik a közösségi elveinket. Amit a franc tudja már, bocsánat, hogy mi az a közösség. Senki nem kötelezi őket, hogy ezt magyarázzák meg. Na most minden ország azt szeretné, hogyha megreguláznák a Facebookot és a Google-t is, mert kezd mindenkinek a fejére nőni. Igen. Na és most akkor eljutottunk odáig, hogy ezek a világcégek olyan elképesztő, sokkoló, döbbenetes hatalommal rendelkeznek, ami egy átlagember számára szinte felfoghatatlan. Facebook, Ausztrália veszi a híreket a nagy médiumoknak, az ottani Robert Murdochnak ott van a nagy média birodalma, ő ausztrál származású, azokat a híreket átemeli a Facebookra, de nem fizet érte egy fillért se. Erre az ausztrálok azt mondták az ausztrál kormányi, vigyelj, Zuckerberg, ez kicsit komolytalan, hogy te ebből szedsz össze milliárdokat, hogy mi legyártunk komoly tartalmat, emögött komoly újságíró munka áll, háttérmunka áll, szerkesztőséget kell fenntartani. Te meg kirakod, és nem fizetsz érte semmit, és eljutatod az emberekhez, úgy, mint te, és ezzel a hírrel megcélzod az embert, és ezzel megint lenyomsz mellé egy hirdetést, és majd itt elhangzik, hogy és úgy néz ki, mintha te találtad volna így, ki. Így van, pontosan. Na most erre megfogta, de ez most tényleg ennyi,
Zuckerberggel leszólt, hogy gyerekek központba, hogy akkor például most akkor a hálózatnak azt a részét, akkor azt sötétítsenek el. Igen, és megnyomták egy gombot, és akkor hát egy kicsit bonyolultabb volt, gondolom, és lekapcsolták az egészet. Ez igazából csak egy napig tartott, véletlenül a saját Facebook oldalaikat is lelőtték. Tehát ez már csak egy apró, ez egy kis öngól volt. De egy nap múlva azért rájöttek, mert olyan nagy volt a nemzetközi felháborodás, hogy rájöttek arra, hogy ezt így nem kéne csinálni. Meg valaki emlékeztette a Zuckerbergert, hogy figyelj, amikor a Donald Trumpot lehet ezt az embert szeretni, lehet nem szeretni. Az a republikánus 87%-a azt mondja most, hogy a következő 2024-es választásokon őt szeretné mindenképpen elnök jelöltnek, csak úgy mondanám, tehát hogy mert, hogy mint hogy te is említetted, volt 88 millió követője a Twitteren. Igen. Na most, hogy jön ahhoz egy ilyen cég, a Google-hoz tartozó, vagy a Facebook-hoz tartozó cég, hogy jön ahhoz, hogy azt mondja, hogy én úgy döntök, hogy... Hogy nem. Nem. Ez na az... most erre, amikor ezeket a tiltásokat csinálták, meg néhány ilyen oldalt letiltottak, és nagyon-nagyon komoly retorzókat alkalmaztak, na akkor a Van der Leyen, az Európai Bizottság az elnöke, Merkel, meg mindenki, meg még a Macron is, aki egyébként kellőképpen, majdnem ezt a szélsőségén liberális, mostanában pozitív fordulatot kommentált, ő is azt mondta, hogy na gyerekek, na azért ez már komolytalan. Most meg letiltotta a Facebook Myanmarba, Burma. Ahol nekem volt szerencsém eljutni 2014-ben, éppen valami katonai puccsal megdöntötték az éppen valami kormányt. És akkor a katonaságnak az oldalát blokkolta a Facebook. Igen. Azzal, hogy erőszakot terjeszt. Most megkérdezném, hogy mi a fenét tud terjeszteni egyébként egy katonai hírlap. Úgy gondolod, hogy miért folytassuk, akkor mutassuk azért meg a nyereményeket. Ezért, igen. Jó, igazad van. Megnézzük. Épp azon gondolkoztam, hogy itt az idő. Láttam az arcodon, azért szóltam. Márciusi szám, kérem tisztelettel, fél éves előfizetés, a Tátos barlang titkos járatai és sok más érdekesség benne, valamint a külön szám, előző és jövendő életek. Én csak a fő címeket mondom, a többit el lehet olvasni, és egyáltalán meg lehet nyerni. Csak egy jelzés érték egyébként a következő adásunkban. Igen. A második adásunkra már jön az új külön szám. Igen, mert ezt a múltkor is megígértük, hogy majd jön, mert most már nem hármat, hanem négyet csináltok. Így van. Ebben az esztendőben. Na most itt van ez a bizonyos Engdahl. A gondolatgyárak miként manipulálja egy láthatatlan hatalom a politikát és a fősodrú médiát. Hát körülbelül ez most különösen aktuális. Hát pontosan ez van, hogy ez a bizonyos enyhén szóval, vagy finom szóval, illetve manipulálja, mert hát itt nagyon-nagyon komoly dolgokról van szó, és akkor hát itt adatvilágbirodalmokról van szó, ezt megbeszéltük, és még annyit, hogy ahogy itt a felosztás van, és szoktam én időnként headline-t mondani, vagy tartalmat, de nem mindig. Most viszont ez annyira jó, hogy azt mondja, a poszt igazságkora, a totális megfigyelés jó dolog, és az adatvilágbirodalom, amiről beszéltünk. Na most én ezt azért mondom, mert amikor először hallottam ezt, hogy poszt igazság, amit, mint ahogy utána néztem, már az öbölháború idején is használtak, vagy még talán régebben, de hogy egyáltalán, ha most feltennénk a kérdést mondjuk egy kvíz műsorban, hogy ki tudja mi az, hogy posztigasság, és csinálhatnánk egy ilyen ABC megoldást, nem biztos, hogy mindenki tudná. És most, hogy egyáltalán mit jelent a posztigasság, ami 2016-ban az oxfordi szótár szerint az évszava lett, mert ugye mindig megválasztják mindenfelé az évszavát. Hát most természetesen a koronavírussal és a karanténnal kapcsolatos szavak jöttek elő, 20-ban, meg most már 21, majd meglátjuk. De én megnéztem a definíciót. Utána mindjárt át is adom a szót, mert ez egy annyira nagyon jó definíció, hogy gratulálok annak, aki elsőre megérti. Azt mondja, olyan helyzetet leíró jelző, mikor a tárgyilagos tények kevésbé hatnak a közvéleményre, mint az érzelmeken, személyes hiten alapuló érvek. Na most hát, ha akarom, ez akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen tök mindegy, mert nem számít a valóság, hanem az, hogy én mit érzek. Igen, ez tökéletes, ezt hívják egyiket posztmodernnek. A posztmodern a következőt jelenti. Nekem van egyfajta világlátásom. Én valamilyen módon látom a világot, a világgal kapcsolatban megvannak az én elképzeléseim. Én azokat az elképzeléseket
én magamban itt az elmémben kialakítottam, és én ezt igaznak érzem. Ellenben itt van Dombóvári Gábor, igen, akinek szintén megvan a maga kis világlátása, megint látja a dolgokat, ami nem sok-sok területben azonos, van, amivel biztos, hogy más, de azt te érzed igaznak. Majd van egy másik ember, 3., 4., 5., 100., 1., ami mindegyik másképpen gondolja ezt, és másképpen tart igaznak. És a posztmodern azt mondja, hogy nincs, és ennek a mondatnak az értelmezése, nincs egységes igazság. Uh-huh. Tehát nincs egy olyan, mint a materializmusba, hogy a világ a tudatunktól függetlenül létező objektív valóságot, ezt nevezzük, ez, amit mi látunk, igen, körülöttünk, ami mindenki számára elvégben, uh-huh, ugyanannak kéne lenni. A posztmodern azt mondja, hogy nem, már ezt is szét akarják törni, tehát ezt a látásmódot is, uh-huh, és hogy mindenkinek, tehát magyarán mindenkinek igaza van. Ha te azt mondod, hogy most itt a előttünk levő asztalon, mit tudom én, 26 könyv van, én meg azt mondom, hogy egy, akkor egyezünk ki döntetlenbe, egyébként egy van most véletlenül, de mondjuk én azt mondtam, hogy három, akkor egyezünk ki döntetlenbe, igen, mert te azt mondod, hogy te ugyanúgy látod. És ha elgondolod, akkor ez ugyanúgy vonatkozik arra, mint amikor valaki azt mondja, hogy én a választott nemem, a nem nem jó, mert a nem az, hogy két biológiai nem van, de hogy én most mit tudom én csillámpóninak képzelem magamat, és mindenkitől várjál, de mindenkitől elvárom, hogyha én úgy képzelem magamról, hogy én egy csillámpóni vagyok, akkor mindenkitől elvárom, hogy engem csillámpóniként kezeljen. Igen. Lehetőség, hogy ne akarjon a hátamra ülni, mert akkor összecsukrom, de ez egy ilyen trépás. Na, de a világban ilyen folyamatok zajlanak. Igen. Na most visszatérve, ezek a nagy, hatalmas nagy médiacégek, ezek gyakorlatilag hihetetlen módon támogatják ezeket a tendenciákat. Uh-huh. Most ezeknek a piaci cégeknek a kapitalizációja, az értéke olyan szintű lett mostanra, hogy tényleg olyan multinacionális cégek, hogy tényleg nemzetek, uh-huh, és az országok feje fölé nőttek. Pontosan. Tehát most már elérték azt, hogy olyan hatalommal rendelkeznek, lásd, amit elmondtunk itt, hogy az Amerikai Egyesült Államok akkor még regnáló elnökét letiltják, mert igen, azért, mert hogy nem tudom milyen dolgokat mondott, vagy letiltják a Facebookra, uh-huh, és utólag, ez megint csak idézőjében lehetne egy zárójeles mondat, ez egyszerűen zseniális. Én azt hiszem, hogy Wisconsin-i képviselőnök megkérdeztek a választásokkal kapcsolatban, és akkor figyelj, a következőt mondta. Na de ez ebbe a világba, ebbe a posztmodern elmebeteg világba ezt meg lehet tenni. Azt mondja, hogy igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy összeesküvés szerveztünk Donald Trump ellen, szenátorról van szó, igen, tehát nem egy akárkiről van szó, a szenátus tagjáról, uh-huh, szó. Igaza van. Összefogott ellene mindenki, figyelj, igen, összefogott, igen, mindenfajta szervezet, ők felsorolja még a választások rendszerét kezelő számítási cégeket, a szolgáltatókat, az összes dolgot, a felsorolja a Facebookot, amit direkt letörölte a Trump posztjait, és ellenben a Bidennek, a fiának a piszkos ukrajnai ügyeiről meg nem szólt, igen, meg ilyesmiről. Na, tehát ugye ez minden megtörtént, és várj, és akkor mit mond a végén? Na, de e fölött mindenkinek szemet kell hunyni, mert ez a demokrácia nevében történt. És én azt mondtam, hogy miért nem lőtte le valaki? Bocsánat, most nem, vagy miért nem verte meg valaki? Nem szeretem egyetlen emberek, még állhatnak se kiöntön a véret. Hogy miért nem pofoszta föl valaki, miért nem mondta azt, hogy te egy idióta, hülye elmebeteg vagy? Hogyha ilyet kimer jelenteni, hogy elismeri, hogy valóban mindent megtettek, uh-huh, de ez mentesíti őt, mert jó cél érdekel, a demokrácia érdekében csinálta. Na most ez a baj egyébként ezzel a liberális felfogással, amit egyébként ez az összes világcég képvisel, hogy ők maguknak vindikálják az igazságot, úgy gondolják, hogy a tutit csak őt mondhatják, igen, meg, és hogyha valaki ezzel szemben mond valamit, akkor fasiszta, náci, összeesküvés elmélet hívő, lapos elmélet hívő, UFO hívő, gyíkember hívő, és mindenfajta jelzőt agadnak rá azzal, mert az biztos, hogy ostobaság, tehát ha valakinek a véleménye nem egyezik ezzel, igen, akkor ilyen jelzőt kap, és ha én azt mondom valakinek, és most legyen egy másik a csillámpóni, hogy te figyelj, de te nem egy csillámpóni vagy, hanem egy nő vagy, férfi vagy valami, akkor ebből felháborodás van, én egy rasszista vagyok, hogy miért nem akarom elismerni, hogy ő csillámpóni. Igen. Na mindegy. De várj, gyorsan ugorjunk vissza, mert nagyon el fogunk menni ebből a vonalból. Na persze. Tehát ezek a cégek, ezek rendelkeznek, a Facebook körülbelül 2,5 milliárd ember adataival rendelkezik, annyival, azért csak ennyivel, mert a Kína nem engedte be őket, igen, tehát igen, ott kiesik. Indiában is erősen szokták korlátozni, mert nagyon sok problémát okozott. Uh-huh. Még meg rengeteg helyre, Afrikában, meg ilyesmire technikai okok miatt nem tud eljutni.
Na most ő 2,5 milliárd embert tud befolyásolni, és tud mindenfajta információt eljutatni. Annyi információt, olyan mélységű információt, és olyan szintűt, amilyen semmilyen szervezet nem képes a világon. Egyetlen egy kormány sem, sőt, még egy titkos szolgálat sem lenne képes. Még a jövőbe is lát. Na hát ez majd kiderül a végén, na ez hangzik a legszörnyűbben egyébként, hogy még, ugye, hogy még a jövőbe is lát. Na most ezek a cégek, ezek tényleg már egy ilyen világhatalmi szerepben tetszelegnek. Tehát ő azt mondja, és tényleg abban a helyzetben is vannak. A Google eldöntheti, hogy mi az igaz, és mi a nem. Ő az ő szubjektív értékítélete alapján, lásd a mi műsorunk, azt mondja, hogy ez nem. Oké, tilít, mert ez nem mehet adásba. Mások ott volt fönt, tehát rengeteg sok helyen, Dailymotion-től, Vimeo-n, Indavideo-n, meg még a Facebook-ra. Facebooknak sem volt vele semmi baja, tehát hozzá kell tennem. A Google úgy döntött, hogy az ő szabályai szerint. Mert mi mondjuk meg a tutit. Most innentől kezdve, hogy kormányok fölött állnak, hogy ezt csinálják a ausztrál kormánnyal, meg az ausztrál médiával, tehát innentől kezdve, hogy ilyen szinten jutottunk el, akkor a hatalomra tettek szert, amit már mindenki szeretne egy kicsikét így megnyírbálni, az amerikaiak saját magukat is. Azt mondják, hogy mindenfajta trösztellenes törvény hivatkoznak. Azt mondják, hogy akkor a hatalomra tettek szert, szét kéne osztani mindenfajta országokra. Jelen pillanatban már ez a legrosszabb. Gyakorlatilag egyetlen ők úgy gondolják, hogy mondom, nemzetek és országok és kontinensek is minden felettiek, és ő rájuk semmelyik országnak a szabályozása nem vonatkozik. Tehát ő azt mondja, hogy ő neki nem mondja meg Magyarországon senki, hogy itt most mi van, nem magyarok akarják megmondani, hogy ez most ez jó, vagy rossz, vagy valami, hanem majd ők megmondják a magyaroknak, és ők ebben a szerepben tetszeregnek. Na most ez egy hihetetlen veszélyes, engedj meg csak egy fél percet. 2-3 évezőt csináltuk egy kör, a Circle című könyvfilm alapján csináltunk. Igen. Egy Tom Hanks játszott benne az egyik főszereplő. Na és abból kiderült, hogy ez egy olyan cégről szól, ami gyakorlatilag ez a kör, így hívják magát a céget, a Google-nek és a Facebooknak az összegyúrása gyakorlatilag, és akkor ők azt mondják, hogy végül is, hogy a maga a filmben is, meg a könyvben is, hogy miért nem mi csináljuk a választásokat? Van Amerikában 240 millió regisztrált felhasználónk, akinek minden adatát, mindent pontosan tudjuk. Miért nem mit csináljuk a választásokat? Miért nem mit csináljuk ezt? Miért nem mi kezeljük a pénzügyeket? És akkor majd egy kicsit később majd elmondom, hogy eddig akadály szabott ennek az egésznek, hogy ők azért integrálódtak a jelenlegi pénzügyi rendszerbe. De a pénzügyi rendszer inog-binog. Mondjak neked egyébként egy sokkoló tény. Egyet, mert aztán megyünk tovább. Jó, a Fed, ha még, hát persze, hogy emlékszünk, 1913-ban hozták létre a Fedet. Fed 107 éve foglalkozik, hogy pénzt bocsát ki, dollárt bocsát ki, illetve hitelek formájában, dollár alapú hitelek formájában. Most nem tudom, hogy mennyire fogja sokkolni a kedves nézőket, hogy 106 év alatt az összes dollármennyiség és hitel, tehát ez nem csak cash, tehát nem csak készpénzben, az összes ilyen kibocsátott valaminek 106 év alatt kibocsátották a 60%-át, figyelj, és 2020-ban 40-et. Tehát pörögtek a nyomdagépek, égtek már szószor, és éppen le kellett hűteni őket, mert úgy nyomtatták a dollárt, és annyi hitelt adtak ki. Na most ez egyébként úgy mellékesen egy szörnyű világinflációhoz fog vezetni, és ebből egyébként mindenki úgy akar kimenekülni, hogy megcsinálja maga digitális pénzét, és akkor majd, ha gondolod, akkor a bejátás után beszélünk arról, hogy a Facebook ebben is élen jár. Igen, hát akkor én nagyon remélem, az előbb azt mondtad, hogy majd a későbbiekben elmondod, ha lesz rá idő. Hát én nagyon remélem, hogy lesz rá idő, és akkor most nem csak poszt igazság, hanem megpróbálunk tényleg a valóság talaján állni. Na nézzük! It is difficult to know what is rooted in the truth and what is not. Are lies dressed as truth, reshaping our world, or has post-truth always been a reality?
The age of the transgender athlete has arrived. But this identity, irrational as it may be, explodes our truth as a culture. The engineer who's been identified by American media as James Damore has been fired from the internet giant. Manifesto written by a Google engineer has put diversity and sexism back in the forefront. This after he wrote an internal document asserting that there were biological reasons why men and women weren't equally represented. They effectively have fired somebody for dissenting from the group consensus while using facts and logic to make his position. Yes, the USA heralds itself as the land of the free and the home of the brave. But on certain college campuses in Silicon Valley and in other parts of the country, there's an atmosphere brewing where if you have the wrong political opinions or cultural views, there could be very harsh consequences. Particularly at a company like Google, which basically controls our information flow, for these guys to start basically saying this is acceptable, this is not acceptable, is really quite dangerous. So it recognizes, in distinction to postmodernism, it recognizes that truth actually exists. It just elevates preferences over it. Truth exists, we kind of don't care, as long as we get what we want. And there are those, the men of steel and the women of steel, who want to tell you that their voices can get you what you want. And they're the ones who say, we have the answers. But all of this is leading to a culture of confusion. We recognize truth, but subordinate it to preference because we have sacrificed truth and clarity on the altar of human autonomy. I'm a law unto myself. I get to decide what's right and wrong for myself, and you get to do the same thing. The problem is when we collide. I'm a law unto myself and you're a law unto yourself because we're so autonomous. There's going to come a time when my set of values is going to collide with your set of values. But truth is under a lot of attack. Miki, you wanted to say something. Please do. Well, how do you define truth? Úgy félig meddig már emlegettük, de hát most itt azt hiszem világosabban előjött, hogy kinek van igaza, meg érzelmileg, vagy pedig a tényeket figyelembe véve. Most ugye itt van, hogy én magam döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, és aztán hát mindent én döntök el, és akkor én vagyok a, te szoktad mondani a posztmodern, én vagyok a posztmodern ember. De hát, de most itt, most megint csak azt mondom, ökölszabály, vagy szálljunk le a földre, bocsánat a kifejezésére, de ennyi hülyeséget régen hallottam. Hát igen, igen. Hát ez a klasszikus vicc, hogy elmondhatom, hogy igen, ez a véleményem, de nem értek egyet vele. Tehát igen, a saját véleményemmel. De mondok neked egyiket ennek a... Mondjál. Tehát, hogy mi ez a, tehát, hogy miért alakul ez az egész, és miért veszélyes, hogy tényleg képesek lennének egy világkormányt létrehozni. Ebben az a legveszélyesebb, hogy például ott a New York Times magazin, ennek a nevét ezt mindenki ismeri, szélső liberális. Uh-huh. A New York Timesnak a Donald Trump 4 év alatt az volt a legnagyobb feladat, hogy ki tud jobban cikiző írást közé tenni a Donald Trumpról. Ez volt az egyetlen feladatunk, és ha valaki nem állt be ebbe a sorba, akkor kipöckölték. Na most február, várjál, hát körülbelül egy hónappal ezelőtt. Kirúgtak egy 67 éves, tehát hozzám képest csak egy fiatalabb tudományos újságírót, aki 25 éve dolgozott a New York Times-nál, a következőért. 2019-ben elmentek Peruba, és csináltak valami részletek valami ásatáson, és valaki az egyik, egy videófelvétel készült róla este, és az egyik, ott volt 5 fiatal velük, akik részt vettek ezzel, és az egyik fiatal megkérdezte ezt az illetőt, hogy mi a véleménye arról, hogy az ő barátja készített egy videót, amiben használta azt az N-betű szót, ez a néger szó volt, de a srác csak annyit mert mondani, hogy az N-betű szót. Erre ez az úr azt válaszolta, hogy hát amennyiben, hogy ez történelmi kontextusába kéne nézni, hogy amennyiben abban az időszakban használta a néger kifejezést, és kimondta, hogy néger, egy belső használta szent videó valamiben,
akkor ez akkor helyes lehetett, mert úgy Agatha Christie-nek a könyvének az volt a cím, hogy Tíz kicsi néger. Így van, pontosan így van. A filmet ugyan Tíz kicsi indián címmel vetítették, vagy csináltak, mert ne, és annak nem ez volt az oka, de Tíz kicsi néger, Ten Little Negros, ez így volt a címe egyébként, az eredeti címe. A Negros egyébként, a néger egyébként sötétet, feketét jelent egyébként, persze, de mindegy. Na most ez másfél év múlva elővette valaki ezt a dolgot, és figyelj, 150 újságírót, vagy 850-en dolgoznak, és a minden együtt, azt hiszem 1300 ember van, tehát egy gigantikus önmagában az egyetlen újság. 150 újságíró kérte a vezetőséget, hogy azonnal rúgják ki ezt az embert, mert használta azt a kifejezést, igen, hogy néger. Na most a vezetőség egy hezitált, mert egy megbízható emberről volt, és mondták neki, hogy de hát ezt ilyen kontextusban használta, nem érdekelt senkit. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy ilyen liberális szemlélet van, ez van a Google-nél és a Facebook-nél is. Na most a lényeg, olyan hatalomra szertek, olyan bevételre tettek szert, és annyi információval rendelkeznek mindenkiről, minden egyes dolgot meg tudnak jósolni, meg tudnak mondani, meg tudják célozni az embereket, annyi információval rendelkeznek, hogy ha most létre kéne hozni egy világkormányt, akkor ezek a szervezetek lennének alkalmasak, igen, rá, hogy halálkomolyan, hogy közülük kerüljenek a vezetők, mert ők tudják biztosítani azt az infrastruktúrát, ami az új világrend legnagyobb álma, hogy minden embert manipulálni, persze, tudunk. Eddig hogy lehetett manipulálni? Először a nyomtatott sajtóval, meg a rádióval, aztán a televízióval, jött a televízió, aztán jött az internet, és utána jött a Facebook, az úgynevezett közösségi média, amit először lehetett. És így tűnt el lépésről lépésre az objektív úgynevezett így, újságírás. Így van, pontosan, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon látványosan, így van. Na most ezek olyan információhalmazzal rendelkeznek, hogy mindenkit manipulálni tudnak, és amit ők fölraknak oda, akkor azt mondják, hogy ez igaz, és azt mindenkihez eljuttatják, amit nem akarnak, az nem juttatják el hozzá. És a legnagyobb poén, és egyelőre mondjuk azért ez a világ hatalmasságai egy kicsikét kiakadtak, hogy Cuki Berger a következőt mondta, hogy hát itt az ideje, hogy a Facebook is megcsinálja maga virtuális pénzét. Igen. Úgy, mint a Bitcoin. A Bitcoinról elolvastam, mint egy 80 oldalnyi tanulmányt, és azóta se értem, hogy ez hogy működik. Halálkomolyan mondom, még nem tartom magam hülyének. Az a blockchain rendszer, hogy az hogy miért kell hozzáadni, és hogy bányásszák ezt az egészet, kezd az valami. Kezd hogy kriptovaluta. Várjál, de ez a többi kriptovaluta az már nem ilyen bonyolult, aha, hanem az egyszerűen saját magunk adunk neki egy értéket. Igen. És a Zuckerberg azt mondta, hogy bevezetjük a Librát. Libra nevű idézőbe téve pénz, és ez a Libra lesz a Facebooknak a pénze. Aha. Tehát, hogy a Facebook annyira elkülönül már minden egyes rendszertől, hogy ott már nem forintba kell fizetni valamit, hogyha akart fizetni a hirdetéseket, de még csak nem is dollárba, ja, vagy nem is csak euróba, vagy nem úgy kell csinálnod a dolgokat, hanem Librába, a saját pénzünknek, aminek ők fognak értéket adni, saját értékükhöz mérjük. Na most abban a pillanatban, megint utalás arra a körcímű adásunkra, a kör bezárul, abban a pillanatban olyan hatalomra tesznek szert, mindenki fölött állnak, és akkor utalást 10 perccel ezelőtt mondtam, hogy a világpénzügyi rendszere, jó lenne, hogyha mindenki fölkészülne rá, össze fog omlani, mert olyan fokú inflációt vezethetett ez a felelőtlen pénznyomtatás, megjegyzem, az egész Európai Unió is ezt csinálta, megjegyzem, Magyarország sem tud kimaradni belőle, meg a világ összes többi országa ezt csinálta, hogy igen, ezeknek a károknak a fedezetére őrült pénznyomtatásba kezdődött. Na most ez egy elképesztő sokkoló inflációhoz és a pénz elértéktelenedéséhez fog vezetni, és akkor fognak előjönni majd egyébként a digitális pénzek, és a digitális pénz miért jó? Tökéletesen követhető, vagy nincs olyan, hogy odamész egy boltba, veszel x számú zsömlét, x számú parizet, akármicsodát, és kifizeted egy 1000 forintossal, nem, mert akkor a kártyával fogod kifizetni, és a kártyádon esetleg digitális pénzzel, pontosan már akkor ezt is tudni fogják, hogy a dombovári akkor mit evett, és hogyha rajta lennél a Facebookon, én nekem a párom rajta van, és látom, ha megnézzünk valamit, én sem vagyok rajta, ha megnézzünk valamit, mert ő azt mondta, hogy meg szeretne nézni valamit, és 10 perc múlva átmegy a Facebookra, akkor a Facebook feldobja neki, hogy itt akciósan itt is. Így van, itt az meg. Úgynevezett személyre szóló hirdetés. Így van, na tehát magyarán, mert tudják, hogy mit akarsz. A magyarán a Facebook és a Google összefogva
még összefoglal ezzel a három céggel a Microsofttal, aminek azért még részvényesi formájában azért a Billy gyerek még ott van. Microsofttal, az Amazonnal, a Jeff Bezos-al, aki a világ leggazdagabb embere, az Apple, a Amazont azt mondtam, ja, a Facebook és a Google, de most ez az öt cég, aminek mondom a piaci kapitalizáció és piaci értéke részvény 7500 milliárd dollár, ezek létre tudnak egy olyan mindenek felett álló valamit, igen, amiről eddig az elit csak, az elit a pénzügyi rendszerre mindent meg tud fogni, de ők elérnek konkrétan az emberekét, és akkor a lelkéjét. Tök mindegy, hogy elnökválasztás van, vagy bármi van, kész, az van, amit ők akarnak. Az nyeri meg az elnökválasztást, akit mi akarunk, és ezért nyerte meg a Joe Biden, és tényleg teljesen egyértelmű. Így van. Na most akkor menjünk, és illetve pontosabban úgy menjünk, hogy maradjunk még a témánál, mert ez nem először fordul elő, hogy a műsorainkban arról beszélünk, hogy totálisan és tökéletesen megfigyelnek minden lépésünket a nap 24 órájában, és akkor, hát akkor azért nézzük meg, hogy ez a bizonyos, hogy is volt, totális megfigyelés. Most olyan álkérdést mondok, hogy ez jó vagy rossz. Képzeljük el, hogy mindenki, akivel kapcsolatba kerülünk, folyamatos megfigyelés alatt áll. Megnézhetnénk, hogyan viselkedett az illető a múltban. Például betartott-e a szavát. A világ tele van szélhámosokkal és hazudozókkal, akik mindig megúszszák, mert mire az emberek észbe kapnak, ők már messze járnak. Nekem tetszene, ha ki lehetne húzni alóluk a talajt, és több ember viselkedne helyesen. De attól is sokkal kényelmesebb lehet az életünk, ha minket figyelnek 24 órában. Csak úgy bemehetnénk egy boltba, és elvihetnénk, amire szükségünk van. A kamera pedig azonosítana bennünket, és megterhelni az árával az egyenlegünket. Ennyi lenne az egész. És aki még ragaszkodik a jó öreg pénztárcához, az is mindig tudná, hol hagyta el. Mindez bizonyos értelemben visszatérés jelentene egy természetesebb állapotunkba. Régebben kis törzsekben és csoportokban éltünk. Mindenkiről tudtuk, kicsoda, mit csinált eddig és mire készül ezután. Ilyen értelemben nem lenne újdonság. Visszatérés lenne a normális állapothoz. Lehet, hogy a globális figyelőrendszer és a falusi élet nem is annyira különböző. De vajon hozzá tudnánk szokni a tudathoz, hogy folyamatosan megfigyelnek, még a saját otthonunkban is? Legtöbben nem szeretik, ha nézik őket evés vagy mosdás közben. Akkor meg pláne nem, ha mesztelenek. De otthonaink már így is tele vannak kamerákkal. Biztonsági kamerák, mobiltelefonok, laptopok, tévék. Még az órában is kamera van rejtve, hogy meg lehessen figyelni vele a babysittert. Azt hihetnénk, hogy ezek a kamerák ártalmatlanok, pedig mind csatlakoznak az internetre, ami azt jelenti, hogy fel lehet törni őket. A mai internet gyakorlatilag egy megfigyelés alapú gazdaság. Az Amazonhoz hasonló cégek óránként több millió dollár értékű árut adnak el. A legfőbb bevételi forrást a személyre szabott reklámok adják. Minél többet tud rólunk egy adott vállalat, annál könnyebben rávesz bennünket, hogy kattintsunk egy linkre és vegyük meg a termékét. Alessandro meg van győződve róla, hogy továbbra is át fogjuk adni személyes adatainkat, mert a vállalatok nagyon megkönnyítik a folyamatot. Rávesznek, hogy egyre több adatot adjunk ki magunkról, és igyekeznek jó felhasználói élményt biztosítani cserébe. Fogyasztói szemmel ez maga az Édenkert, ahol minden ingyen van. Ingyen alkalmazások, ingyen tartalom, ingyen játszható játékok, és mindezért cserébe mondjuk csak a tartózkodási helyünket kell megadnunk. Ha a vállalatoknak elég adatuk gyűlik össze, jobban fognak ismerni minket, mint mi magunkat. 80%-os pontossággal meg tudják jósolni, hol leszünk egy adott időpontban, akár egy évre előre is. Szóval, amit már itt a korábbiakban megpróbáltunk körvonalazni, hogy megjósolják még a jövőnket is, de hát tulajdonképpen csatlakoztatnak az internethez, és ha most azt mondom, hogy a jó része, hogyha például a bűnüldözést nézzük, és van egy térfigyelő kamera kint az utcán, és megvan a felvétel, hogy ki kit üt agyon, az egy jó dolog. Aztán, hogy a másik, hogy ezt meddig őrzik a felvételt, az már egy más kérdés, de az, hogy tényleg az otthonunkba
bemennek, és megcsinálják ezeket az úgynevezett személyre szabott reklámokat, mert mindent tudnak rólunk, akkor hát ez már nem annyira jó, és nagy néhány évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy belerejtették a műszert a villanyórába, és már azt is tudták, nekem ez volt a kedvencem, hogy te mikor vagy otthon, vagy a frigiderbe, mikor vagy otthon, mikor nyitott ki, mert a villanyórából ellenőrizni lehetett, ami kint volt a folyosón, hogy te elmész otthonról, vagy nem. Hát szóval ez azért szörnyű. Na most képzeld el, ezek az öt, ez a GAFAM nevezetű, ez a Google, az hát Apple, az öt legnagyobb, a Facebook, a Amazon és a Microsoft, ezek a 7500 milliárdos tőkéjével gyakorlatilag az elmúlt mondjuk 10 évben 850 kisebb céget vásároltak föl, tehát minden olyan kisebb céget, olyan úgynevezett startupot, aki valami fajta veszélyt jelentett volna, vagy valami olyan tevékenységet végzett, amit ők is szerettek volna, amit üzletet láttak, azokat gátlástalanul felvásárolták. Ez egyébként ellenkezik minden trösztellenes törvénye, de nem igazán foglalkoztak velük. Attól én például, hogy végig gondoltam, hogy én attól félek, hogy mi van akkor, amikor itt mondod, hogy nagyon-nagyon targettáltan, tehát majd ilyen célzottan tudják a hirdetésre juttatni, tehát rá tudnak téged venni, hogy pontosan mikor, mit, hogyan, hogy te akarjad azt a bizonyos terméket megvenni. És hidd azt, hogy de akkor mi van, amikor, hogyha ezek a cégek elkezdenek, ezek az internetes óriások, ezek az adatvilágbirodalmak, elkezdenek fölvásárolni tényleges gyártócégeket, tehát hogy már magyarán nem csak azt a jutalékot szedik le, hogy a hirdetésükkel te el tudtad adni a terméketet, és azért fizetsz nekik valami jutalékot, hanem ők fogják gyártatni az adott terméket, tehát ők fogják csinálni. Tehát még egyszer, arra, hogy ezek a szervezetek tényleg létrehozzanak az ő jelenlegi hatalmuknál fogva egy világkormány tisztára reális esélye van az új világrendben. Mindenkiről azt mondják, hogy minden ott van Facebookon fönnlevő felhasználóról, legalább 5000 konkrét adatuk van. 5000 adatok. Olyan, és ezek az adatok ráadásul egymás között kereskednek. Tehát az egyik végez az egyik területen egy vizsgálatot, a másik igen. Na most még nem történt meg, hogy ezek a világcégek összefogjanak, bár valljuk be őszintén összedolgoznak azért, sőt, ráadásul mindegyik cégnek jó kapcsolata van a hárombetűs amerikai szervezetekkel, FBI-jal, CIA-val. A CIA-val, az NSA-val, ez utóbbi ez a Nemzetbiztonsági Szolgálata kinti, tehát nagyon jó kapcsolatot ápolnak, tehát azért oda is kerül azért az adataikból ilyen hátsó szobáig, tehát beépített kiskaput biztosítanak, ilyen backdoor hátsó ajtó, tehát ezek a cégek hozzáférhetnek, dolgaikhoz kiadják nekik a dolgaikat. De ha ez az öt cég még konkrétan összefügg, vagy összefog, tehát amikor még ez a önmagában is akkora hatalomra rendelkező, amit már mindenki szeretne széttördelni, de ha nem figyelünk arra, akkor így van, akkor létrejön egy olyan gigantikus valami, ami tényleg ilyen polip, mindenhova beférkőzik, mindent tud rólunk, és mindent az embereket jutalmazni, büntetni tudja, és most képzeld el, Magyarországon van, ha jól tudom, 4 vagy 6 millió Facebook profil, most nem emlékszem pontosan, ennél több van, de azt hiszem 4 millió vagy 6 millió vannak rajta a Facebookon. Mínusz 2, te meg én. Igen, jó, igen. Na, ha ezeket az embereket bárhol a világon azt mondják neki, hogy dönts meg a kormányt, mert különben egy hétre elzárjuk az internetet, akkor megdöntik a kormányt. Akkor kimennek, nem döntik meg a kormányt, bármit de csináljátok. De próbálkoznak vele. Emlékszem, mondtam régebben egy ilyen esetet, valakitől ismerős elvette a 13 éves lányától a telefonját 5 órára, és az illető zokogott, és azt mondta, hogy azt fogják kinn a barátjaim, hogy meghaltam. Igen. 5 hát óra után. Az. Nem igen. 5 napra, nem 5 hétre letenni a telefont, 5 órára, és ez sokat egyszerű élményt jelentett. Tehát ezeket az embereket és az egész világot arra bazírozzák, hogy ezekre a fiatalokra. Ezeket tömik ezekkel a csillámpól és ilyen liberális maszlagokkal, próbálják a maguk képére formálni, és azt mondják, hogy ha a világ ilyen emberek föl fog állni, akkor igen. Bárkivel bármit meg lehet tenni. Igen, én is láttam egy olyan filmrészletet, amikor az volt, hogy erőjtott eszembe 5 órára, hogy egymást keresték a csajok, és akkor Jézus Mária nem veszi föl, vagy meghalt, vagy éppen szül. Szóval ez van. Na menjünk akkor tovább, mert itt a harmadik, és ebben a műsorban az utolsó összeállításban is szerepelnie kell nakinek? Zuckerbergnek.
nagyon csóhajtottam, mert ez, ahogy mondani szokták, a non plus ultrája mindennek, mert megbeszéltük azt ugye, hogy befolyásolnak, személyre szabott reklám, minden lépésünket megismerik. Már azt is meg tudják jósolni, hogy mi lesz egy év múlva velünk meg minden, de ez, hogy a személyes érzelmeinket befolyásolják, megjósolják, és így módon lehetünk, ahogy ez a hölgy elmondta, a legsebezhetőbbek, akkor ezzel, most hát nem akarok butaságot mondani, de az ember, mint emberi lény és mint szubjektum megsemmisül. Hát ez sajnos igaz, és képzeld el, hogy ez még csak az egyénre szabott, tehát ez még csak amikor úgy befolyásolnak téged, hogy miért, hogy mit vegyél meg, mit csináljál. De már sokkal intenzívebben manipulálnak arra, hogy mit nézél meg, igen, milyen modelleket kövessél, milyen legyen a viselkedésed, mi legyen a helyes, mit fogadjál el. Ezeket szépen nyomatják az agyadba, és most még, már most is nagyon magas szinten van, már most is el tudnak dönteni választásokat. Uh-huh. Azt mondják, hogy nálunk például a 2022-es választásban nagyon-nagyon intenzíven bele fognak folyni, de más uh-huh. országban is nagyon belefolynak. Már is el tudnak uh-huh. dönteni választásokat, és képzeld el, hogy még milyen befolyásat tehetnek szert, tehát hogyha hagyjuk őket. A Facebook már is megcsinálja, hogy bizonyos rákeresse bizonyos dolgokra, a találatokat elrakja a találati lista végére. Olyan híreket tol eléd, amit csak neked szán, uh-huh. neked targetál, te vagy a célpont. Nem lesz tudomásod a világról. Azok a fiatalok, akik gyakorlatilag a Facebook és a Google, YouTube segítségével tájékozatnak a világ, Instagram, Snapchat, meg Twitter, meg ilyesmi, tehát ezzel együtt, ezzel a halmazzal együtt, csak és kizárólag innen értesülnek a világ dolgairól, semmi másra nem mennek át, nem néznek tévét, nem mennek híroldalaknak, nem mennek utána. Na, ezekből az emberekből, nagyon jól mondod, tökéletes zombit lehet csinálni. Ezek a zombik tökéletesen alapanyagát képezik egyébként az új világrendnek, mert az új világrendnek ilyen emberekre van szüksége. És ehhez itt van egy lehetséges Facebook, úgymond Facebook világkormány, ami a Facebooknak maga a szervezete, még nem is kell névlegesen létrehozni egy világkormányt, hanem tényleg most jelen pillanatban is irányítani tudják, és befolyásolni. Na, ha valaki azt mondja, hogy nincs háttérhatalom, az azért hazudik, mert itt a háttérhatalom. Maga a Facebook egy háttérhatalom, a Google is egy háttérhatalom, de a többi, amit ebbe a GAFAM-ba felsoroltunk, az öt ilyen cég, ez mind része ennek az egésznek, mind része annak a manipulációnak, annak a befolyásolása, és tényleg azt szeretnék elérni, hogy mindenkire hatni tudjanak. Ezért vannak azok, hogy az idősebb korosztályt, a középkorokat és idősebbeket nem tudják annyira megszélozni, ezért megy rá mindenki, hogy csak a fiatalokat. Persze. És a fiatalokat az oktatással, a munkahelyekkel oly mértékben elrontják, annyira, közben nézzük a könyveket, jó, igen. Annyira, még azért várjunk egy hát egy fél percet. Jó, tehát, hogy annyira befolyásolni tudják ezekre a reklámokkal, el tudják neki, meg tudják mondani, hogy ami szerintük igaz, és hogy a háttérben milyen egyeztetések zajlanak, mert ugye ez egy nagy tervnek egy része, ők ezt pontosan ezt ültetik el azoknak a fiataloknak az agyába, és ők megmondják neked, hogy ez a jó, ez a helyes, így kell gondolkodnod, így kell viselkedned. És az a legszörnyűbb az én számomra, hogy az emberek nem akarják észrevenni. Igen. Mint hogyha teljesen, de mondjuk ilyen csőlátásuk van, abban a hálózatim film is volt, hogy a cső népe. A csőlátásuk van, nem veszik észre, hogy milyen helyzetben vannak. És eljutottunk odáig, hogy nem is tudnak kilépni már ebből az egészből. Pontosan. És az újvilágrend zseniális terve az, hogy ezeket célozza meg, mert ők lesznek a világnak a jövendő irányítói, amitől Isten oldjon be. Igen, hát akkor profán és egy nagyon-nagyon érdekes hasonlatot mondok, durva megfogalmazásban. Hú! Hát mondjuk áramkodni azért nem fogok, de... De sokkal jobb lenne pedig. Hát sokkal jobb lenne. Egyébként van nekem is jó néhány ismerősöm, aki azt mondja, és ez most nem az idősebb korosztály, vagy a fiatalabb, nagyon sok teljesen változó életkorban, azt mondja, nekem nincsen tévén, nem nézek tévét, hanem csak a számítógépen azt, amit akarok,
És akkor a másik vitatkoztak, a másik pedig azt mondta, hogy kérlek tisztelettel, ha egy színházi előadást nem ott nézel meg, hanem csak a tévében, az nem olyan. Ha egy tévéadást nem ott nézel meg, csak a tableten vagy a számítógépen, akkor az nem olyan. Milyen ez az egész? És most adok ki oda, amit mondani akartam, az, hogy ez olyan, mint jégzokniban lábat mosni. Jó, nagyon gyorsan valaki írt egy valamit, hogy nem lehetne a feliratokat nagyobb betűvel. Visszakérdezik, hogy miért. Mert a telefon képernyőjén nézzük, nem tudjuk akkor a betűk elő, hogy egy ekkora kis képernyőn még a feliratokat is tökéletesen olvas. Na jó, Amerika álszent háborúi, hogyan válik a politikai iszlám a CIA fegyverévé? Ez a könyvnyeremény, aztán mindjárt mondom a kérdést is. A külön szám már ismerik, előző és jövendő életek, de nem sokára jön a következő, ugye? Így van, pontosan. Így van, és akkor a fél éves előfizetés pedig ez már a márciusi szám, tessék szíves lenni figyelmesen, így nagybetűkkel, nem a telefonon, elolvasni a főcímet. Úgyhogy akkor erre várjuk mindenféleképpen a megfejtéseket. A kérdés pedig az, amit elmondtunk, nem is egyszer, hogy melyik az öt legnagyobb internetes úgynevezett tech cég, erre kérjük, aztán akkor az van, hogy mondom a dátumot, ami ugye fontos, március 24-e a beküldési határidő, amiből egyenesen következik, hogy a 26-ai adásunkban lesz sorsolás, hihetetlen tv.kukac, hihetetlenmagazin.hu, ide kérjük, és akkor a következő ugye március 19-e, igen. 2014, az annyira bevárt ez a 7 évvel ezelőtti dátum, hogy mint igen. Mondtad, néha többen nézik, mint az igazit. Változtassuk meg a múltat című adásunkat, ismételjük meg, ami hát az időutazás vajon hogyan formálhatja meg a történelmünket, vagy hol lehet beavatkozni és nem. Ez volt, és akkor az új adás pedig március 26-a, mind megsülünk, de itt most ne a grillezésre tetsenek gondolni, hanem az, hogy klímaháború, erről sem először beszélünk, és klímaháború a józan ész ellen. A józan ész ellen, és a kedvenc szavunk, hogy klímahisztéria, mert ugye ezt is mondják nagyon sokan, és akkor megnézzük, hogy emögött, mint sajnos most már lassan minden mögött, beleértve a Covidot is, milyen gazdasági és politikai érdekek húzódnak meg, és akkor a következő nagyon fontos időpont, péntek 21 és 22 óra között, hetenként hihetetlen. Következő héten, vagy következő nap, bocsánat, következő nap, vagyis szombaton reggel fölkerül a Hihetetlen Magazin és a Hihetetlen TV oldalára, de akik feliratkoztak a csatornákra, megnézhetik a Facebookon, megnézhetik a YouTube-on, a Dailymotion-on, Indavideon, Vimeon, Bitchun a műsorunkat, ezen a platformon fönn van mindegyik platformon. Mind a két oldalon, a Hihetetlen TV és a Hihetetlen Magazin Facebook oldalán a műsorhoz kapcsolódó videók, szövegek, képek, anyagok jelennek meg, és itt mondhatják el véleményüket az összes itt megjelenő témával kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, és akkor, ahogy elmondtam, találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra! A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen Magazin. Előző és jövendő életek. A lélekvándorlás misztériuma. Karmikus kötelékek és kapcsolódások. A reinkarnáció tudományos megközelítése. Már jártam a Földön. Örök visszatérés. Isten sisak, illúzió vagy valóság. Kereszténység és reinkarnáció. A Bibliában elrejtett tudás. A jövő emlékei. Küldetéstudat a jelenben. Ne higgy, hanem tapasztalj, hit és öröklét, halottakkal suttogó. Nem ez a tested az első? Mi van az alagút végén? Az életfilm pörgése, anyagba zárt szellem, a másik világra nyíló ablak, a harmadik szem felnyitása. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen Magazin külön számában. Kapható az újságárusoknál.